Azt üzenik nekem, hogy a változásokhoz szükséges összefogásnak én magam vagyok az akadály. Ezt az akadályt én most megszüntetem. Kész vagyok arra, hogy egyesítsem az Orbánnal szemben álló ellenzéki sokaságot. Ennél nagyobb vereséget a demokráciába még párt nem szenvedett el. Komolyan úgy érzem, hogy a mi nyelvünk, a baloldal nyelve, az végtelenül porosítsa volt. Hát akkor eljött az idő. Beszélnünk kell Gyurcsányékról. Május elején új szereplő jelent meg az ellenzéki előválasztási versenyben. A Demokratikus Koalíció Dobrev Klárát indította miniszterelnök jelöltnek. Kedves barátaim, készen állok, és talán még soha semmire nem álltam ennyire készen egész életemben. Dobrev Klárát a nagyközönség sokáig leginkább Gyurcsány Ferenc feleségeként ismerte, de a pletykák már régóta arról szóltak, hogy nyíltan is be fog szállni a politikába. Ez 2019-ben következett el, amikor ő lett a párt listavezetője az európai parlamenti választáson, és ez nagyon bejött a DK-nak. A DK-nál legmerészebb álmaikban sem gondolták, hogy 4 képviselőjük is bejut az európai parlamentbe. Az óriás plakátokon is csak 3 arc szerepelt. Töretlenül fogunk továbbra is küzdeni a hazug Orbán rendszerrel szemben. A DK akkor az ellenzék legnagyobb pártjává vált, és egyre többet lehetett hallani arról, hogy Dobrevnek ennél is komolyabb ambíciói vannak. Én látom, hogy mitől működik jól egy állam, és azt is láttam, hogy milyen az, amikor összeomlik. És az, amit az elmúlt egy évben tapasztaltunk, az az összeomlás. Hogy valójában milyen esélyei vannak Dobrev Klárának, arra a későbbiekben még visszatérünk. Előtte viszont nézzük meg, hova jutott 10 évvel megalakulása után az őt jelölő szervezet, a Demokratikus Koalíció. Gyurcsány Ferenc 2009. márciusában mondott le a miniszterelnökségről. Eddigre már mögötte volt az őszödi beszéd kiszivárgása, a 2006-os brutális rendőri túlkapások, egy elvesztett népszavazási kampány, és közben Magyarországot telibe találta a gazdasági világválság. Népszerűsége mélyponton volt, óriási bukás közeledett a választásokon. A 2010-es választáson aztán történelmi összeomlást produkált az MSZP, aminek vezetését Mesterházi Attila vette át. Ott leszünk! Gyurcsány Ferenc pedig elkezdett szervezni egy saját platformot, ekkor még a párton belül. Nem az a nehézség, hogy egymást kiutáljuk a pártból. Az igazi nehézség befogadni olyanokat, akik ma nincsenek itt, és mégis együtt maradni. Az alakulóülésen demonstratív módon megjelent Mesterházi Attila pártelnök, amitől egy kicsit megfagyott a levegő a szervezkedők körül. Örömmel látom, hogy Mesterházi Attila közöttünk van. De a feszengős pillanatok a lényegen nem sokat változtattak. A DK platform útjára indult. A saját sebeit nyalogató MSZP-t ebben az időben még azt foglalkoztatta, hogy kiszivárogtatta ki az összedi beszédet. Gyurcsány egy lezárt borítékban elküldte Mesterházi Attilának, hogy szerinte mi a megoldás, amikor is a következő történt. Ha valakinek van ezzel kapcsolatban mondani valója, akkor annak kell előállni ezekkel a mondatokkal, ezekkel a nevekkel és természetesen a bizonyítékokkal. Egy ilyen gesztus után már érezni lehetett, hogy a közös út nem tarthat sokáig. Gyurcsány pedig egyre nyíltabban beszélt arról, hogy nem tetszik neki a pártja irányvonala. A baloldal nyelve az végtelenül poros és a vitt. A hangsúlyai, a stílusa, megfáradt, apparátusi, nem felvillanyzó. A MSZP és a Fidesz úgy hasonlítható össze, mintha a Dunai Vasművet, a régi nagy szocialista nagyvállalatot hasonlítanám össze, az egy garázsban elindult Apple-el. Egy hónappal később pedig már egy új párt bejelentésénél és az MSZP-ből való kilépésnél tartottunk. Létrehozunk egy új, nyugatos, polgári partközéppártot. A DK következő 10 évét tanulságos megnézni abból a szempontból, hogy mennyire jött be az, amit Gyurcsány a Káplár sörözőben meghirdetett. Tényleg sikerült egy olyan pártot csinálni, ami a nehézkes MSZP helyett a fürge tech-cég Fideszre hasonlít? Ahogy a Fidesz Orbán Viktorra épül, úgy a DK Gyurcsány Ferenc személye köré szerveződik. A DK ideológiája a gyurcsányizmus. Hát mi Gyurcsány Ferenc miatt vagyunk, mindnyájan itt. Ez fontos különbség például az MSZP-hez képest is, ami ugye simán kinyírja a saját miniszterelnök jelöltjét is. A DK fegyelmezettsége is a Fideszt idézi. Itt nem hallunk belső vitákról, nincsenek a nyilvánosság előtt intézett balhék, szivárogtatások, amik más pártokban azért előfordulnak. Megkérdeztük, hogy ez csak kívülről tűnik így, vagy valóban nincsenek viták a párton belül. Nagyon sok vitánk van. Pontosan tudjuk, hogy egy politikai közösség vagyunk, aminek a legfontosabb eleme az az összetartás. Ha megszületik a döntés, akkor azt a döntést mindenki képviseli.
nincs kibeszélés, nincsen a nyilvánosság felé való ócska kiszivárogtatás, hogy jó, én ezt máshogy gondoltam, de hát mit tudom én, leszavaztak az elnökség ülésen. Amelyik párt ilyeneket csinál, az közép-hosszú távon biztos, hogy a sírját ássa. Ezt nagyon megtanultuk. A DK rajongói tudnak elég elszántak lenni. Körbevették például a parlamentet, többször is. A demokratikus koalíció hívei ma élő lánccal vették körbe a parlamentet, így tiltakoznak a választási regisztráció ellen. Azok az emberek, akik itt vannak, azért jöttek el, hogy tiltakozzanak a azon törvény ellen, amely béke időben a Magyar Honvédség bevetését engedi meg. De tudnak olyan elvakultak is lenni, hogy elbánnak a rendezvényükön megjelenő ellentüntetővel. Fel akartuk emelni a tábláinkat a rendezvény alatt, és erre nekem támadtak az aktivisták, hárman az ökörrel az arcomba vágtak, egyikük pedig lágyékon ütött. A semmiből induló pártnak az első években minden megjelenési lehetőséget meg kellett ragadnia, és hát Gyurcsány Ferenc nem is az a típus, aki elugrana egy bekapcsolt kamera elől. Vagy bekapcsolt diktafon elől. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Igen, de ezen már túl vagyunk, most kapcsoljuk a miskolci avas lakótelepet, ahol korának Jakab Péterre beköltözött, egy egyszerű panellakásba. Fekete a Tyson, a fehér a málna. Pisilt. Tyson pisilt. Lekiabáltak egyik erkéről, hogy hajrá MSZP, azt jegyeztem meg, hogy hát az a baj, hogy még azt sem tudják ezek a szegények, hogy ez már nem az MSZP. Így aztán, amikor meg valaki lentről visszaszólt, mert unta már, hogy itt bennünket dicsérgetnek, hogy ti tettétek tönkre az országot, MSZP, akkor rájöttem, hogy nem is olyan nagy baj, hogy azt hiszi, hogy MSZP. Mintan a helyzet drámai gesztusokat kíván. A mai napon mi négyen Isis sztrájba kezdünk, tiltakozva az előzetes regisztráció ellen. Ez ilyen kétszemélyes sátor, ez az egyik, itt lesz Gyurcsány Ferenc, lesz egy hálózsák és egy polifón, azon fog aludni. S jól alszik, Viktor, kérdezem én! Jól alszik, amikor százezrek magától félnek, és rohadt rendszerétől? Jól alszik? S mondja, csak a szotyolát köpködi rohadt módon a stadionban, vagy köp a nemzetére is. Az igazán nagy kommunikációs trükk viszont az volt, hogy a továbbra is széles körben elutasított politikust elkezdték ironikus mémfiguraként újjáépíteni. Ez eleinte még csak DJ-zést és szakácskönyv kiadást jelentett, aztán jött a vlogger, youtuber chatbotos Feri. First, let me take a selfie. A kampányfőnöke szerint a szerep természetesen jött neki. Nem felépítettük mi ezt Gyurcsány Ferenc környékén. Gyurcsány Ferenc ilyen, ez az ő személyisége. Ő ilyen vicces fiú, ilyen önironikus, ahogy ön mondja. Ő tényleg tornacipőben jár mindig, és nem azért veszi fel a tornacipőt, mert pózolni szeretne. Politikában a kampányok tervezésekor az ilyen, azt gondoljuk, hogy emberi, jó, szimpatikus vonásokat ki kell emelni. De ez benne van az emberben. Ha nincs benne, akkor nem működik. De van ennek a történetnek egy másik oldala is. A Big Data olyan, mint kamaszkorban a szex. Mert hogy mindenki beszél róla, senki nem tudja, hogyan kell csinálni. Mindenki azt gondolja, hogy mindenki csinálja már, ezért mindenki azt állítja, hogy ő is csinálja. A viccelődő Feri figurája mögött ott voltak a legmodernebb adatgyűjtési eszközök a felhasználókról. Az átlátszó közölt cikket arról, hogy Gyurcsány egykori fontos embereinek adatbányász cége, a datadat módszerei meghatározó eszközökké váltak az ellenzéki közösségi médiás nyomulásban. A kommunikációs fegyvertárhoz pedig tartoznak igazán sötét módszerek is. A párthoz kötődő nyugati fény bárkire rászáll, akit kicsit is a DK ellenfelének tart. És a 18-as kampányban rendesen bepakolták a táskát. Milyen táskát? Az úszi táskát. Na erre szerintem még Rogán Antal is vígan csettintene. Csak itt éppen nem a liberálisok vagy a menekültek, hanem a határon túli szavazók ellen úszítanak. Modern technika mellé persze nem ártanak a régi vágású politikai trükkök sem. Nyilván ebben nagyon komoly politikai tapasztalatai vannak, tehát hogy is mondjam, tehát a régi, miközben ő küzdött a régi ilyen MSZP-s Maher típusú politikusokkal szemben, azért ezekben a háttértaktikázásokban olyan komoly tapasztalatokra tett szert, amiket hát hogy mondjam, szóval iskolában nem tanítanak. A 2018-as választás Gyurcsány szempontból erről maradt emlékezetes. Kígyók. Kígyók. Kígyóznak.
De a pártnak sokkal fontosabb volt, hogy végre bekígyózták magukat a parlamentbe, most először önálló frakcióval, ez mindösszesen 21 ezer szavazaton múlott. Ahogy egy DK-s politikus akkor mondta, lábon kihortak jó néhány infarktust az eredményváron. Ehhez az eredményhez pedig arra is szükség volt, hogy előző ősszel kötöttek egy megállapodást az MSZP-vel, amit a szocialisták utólag a világ legszarabb megállapodásának tartanak. A DK ugyanis sokkal előnyösebb feltételeket harcolt ki magának az MSZP-vel szemben, mint amit a későbbi eredménye indokolt volna. Ha akkor nem jutnak be a parlamentbe, ezt a videót most nem készítjük el. Egy tech cégnek pedig időnként új termékkel kell jelentkeznie. Dobrev Klára, viszonylag jól ismerem. Akinek tetszik a pohár, az majd utána vehet egyet, csak hogy megtudják, hogy milyen az, amikor minden reggel a Dobrevvel találkoznak. Én már tudom. DK-nak tehát van egy vezetője, akit ők feltétel nélkül követnek, csak közben az egyik leginkább elutasított politikus az országban. Ebben a helyzetben nem jön rosszul, hogyha az elnök feleségének is vannak politikai ambíciói. 5 évvel ezelőtt azt mutatták nekünk közvéleménykutatások, hogy Dobrev Klára ismertsége és népszerűsége az azonnal az ellenzéki politikusok élvonalába tudná őt emelni. Akkoriban nem lehetett még erről meggyőzni. Hogy Mészáros Lőrincnek jobban nőjön a vagyona, mint Bill Gatesnek, vagy egy évben többet keresem, mint Rihanna, nem tudom hányan vannak tisztában, hogy ki az a Rihanna, mi a Mészáros Lőrinc, mint popstárunk, vagy Facebookunk, vagy valami hasonló. A 18-as parlamenti választás az újabb alkalommal elszenvedett kétharmados vereség érelte meg Klárában azt, hogy elő kell jönnie. Dobrev Klára politikai szereplése lehet, hogy új sláger a nagyközönség számára, de valójában régi motoros ő már a politikában. Én a nagyszüleimhez egyik oldalról úgy viszonyolok, mint nagyszülőkhöz, és egyébként nagyon jó nagyszülők voltak, másik oldalról pedig mélységesen nem értek egyet mindazzal, amit ők gondoltak a világról és a politikáról. Dobrev Klára Apró Antal egykori kommunista vezető politikus unokája, és anyja Apró Piroska és a baloldal befolyásos figurája. A 90-es években Draskovics Tibor titkárság vezetője volt, a 2002-es választások idején pedig már fontos szerepe volt a kampányban. A kampánycsapat megszervezése az Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc munkája volt. Nyilván belsős MSZP-sekkel együtt, de tulajdonképpen ők voltak azok, akik egy ilyen plusz know-how-t hoztak, mondjuk Ron Werber mellett még, tehát ők ennek a kampánystábnak a vezető személyiségei voltak. A kormányváltás után ő lett az elnök helyettese az EU-s támogatásokat felügyelő hivatalnak. Amikor férje miniszterelnök lett, lemondott, de a véleménye továbbra is meghatározó maradt. Hogy Dobrev Klára része volt ennek a közvetlen informális tábnak. Lakner Zoltán politikai elemző, aki korábban az MSZP-nek is adott tanácsokat, a 2009-es válságkezelésről szóló könyv egyik szerzője. Elmesélte egy történetet arról, hogy a Gyurcsány lemondása előtti napokban a kormány legmeghatározóbb emberei titkos találkozót tartottak. Ezen jelen volt Dobrev Klára is. Hivatalos pozíciót, vagy korábban hivatalos pozíciót viselő stábtagokkal egyenrangú félként volt jelen, illetve van egy olyan leágazása ennek a sztorinak, ez a legregényesebb eleme, hogy hazafelé Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára tulajdonképpen kiparancsolták az autóból a testőröket, meg a sofőrt, meg tudom, még, aki ilyenkor hivatalosan együtt utazik egy autóban a miniszterelnökkel, és ketten beszélgettek Budapestig. Azt persze pontosan nem tudhatjuk, hogy mi hangzott el az autóban, de fontos pillanata lehetett a Gyurcsány lemondás történetének. A Fidesz így reagált a bejelentésre. Az előválasztásnak csúfolt színjáték forgatókönyvét a baloldali választók ugyan nem ismerik, de Gyurcsány Ferenc azt már rég megírta. Éppen ezért teljesen mindegy, hogy a miniszterelnök jelölt szerepét kireosztotta, az ugyanúgy báb lesz a kezében, mint 2002 után Medgyessy Péter. Budai Gyula fideszes képviselő közölte Polt Péter legfőbb ügyész levelét arról, hogy nyomozás zajlik a Gyurcsány házas pár vállalata az Altus ügyében, ami 35 millió forint uniós támogatást adhatott kölcsön a DK-s Ceglédi Csaba cégének. A gyurcsányozás a kormányzati kampány központi eleme, ahogy az elmúlt 10 évben mindig. A gyurcsány a gonoszságban, a rombolásban, a manipulációban, a mások tönkretételében tehetséges. És ezzel valószínűleg ők maguk is sokat tettek azért, hogy Gyurcsány Ferenc a felszínen maradhasson. Azt gondolom, Gyurcsány Ferenc politikai túléléséhez nagyon sokban hozzájárult az, hogy ő mondjuk olyankor is egy plakáton volt, amikor például Bajnai Gordon visszatért a politikába 2012 őszén, akkor is voltak ilyen, azt hiszem, az együtt tették tönkre az országot plakátok. Gyurcsánynak akkor tényleg egy 1%-os pártja volt. És az, hogy az ő emlékét fölidézték, az a Fidesznek nagyon hasznos volt, de szerintem Gyurcsánynak is nagyon hasznos volt. Önök a következő egy évben
Sokat fogják majd hallani az én nevemet. Bármi kérdés lesz, a válasz az lesz, hogy Gyurcsány. Be kell önöknek valljam, hogy ez engem egyébként olyan különösebben nem zavar. Nézzen ide, Gyurcsány úr! Nézzen ide! Ön az egyetlen, akinek erkölcsön ebben az épületben semmilyen mondandója nem lehet a magyarok számára. Ön az egyetlen. Én értem, hogy ez sokaknak lelki kielégülést okoz, és nem kell bevenni nyugtatót, mert kettő gyurcsányozás után meg lehet pihenni egy picikét. Nekünk nem az esik jól, Gyurcsány úr, hogy gyurcsányozunk. Nekünk az esne jól, ha ön eltűnne a magyar közéletből. Nekünk az esne jól. Ha ez így lenne, akkor a társadalom biztosításnak nekem fizetni kellene, mert megsporolok egy csomó gyógyszert a jobboldali hallgatóságnak. Egy fideszes képviselő Makró című magazinunkban úgy fogalmazott, amíg Gyurcsány van, addig Orbán nem aggódik. És az ellenzékben is vannak, akik hasonlókat gondolnak. Gyurcsány Ferenc egy, még csak nem is a legnagyobb pártnak a vezetője a hat ellenzéki pártból, és mindenkit megnyugtatok, hogy semmilyen módon nem uralja le a másik öt pártot. Nem Gyurcsány az ellenzék vezére, kedves bizonytalan volt fideszes szavazók, nyugodjanak meg. Megkérdeztük, hogy ők maguk mit gondolnak arról, hogy sokak szerint Orbán Viktor számára ők az ideális ellenfél. Nem tudom a Fideszhez mérni az ellenzék kampányát, ahogy korábban sem tudtuk. A 2019-es európai parlamenti választáson, ahol Dobrev Klára volt a DK lista vezetője, megállás nélkül gyurcsányoztak, szemkilövetőztek, és még hosszan folytathatnám a sort. A vége az lett, hogy hatalmas meglepetésre a DK az előtte való közvéleménykutatások eredményének a háromszorosát érte el az EP választáson. 2019-ben megmutattuk, hogy nem működik már ez a történet. Gyurcsány Ferenc a bukása után felépített egy pártot, ami feltűnően hasonlít a legnagyobb ellenfelére, a Fideszre. Láthatóan a személyes elégtétel is hajtja, a politikától képtelen visszavonulni. Ez a helyzet évekre foggyulájtette az ellenzéket. Dobrev Klára feltűnése és az ellenzéki egység megszületése fordulatot hozott, de ez önmagában nem oldja meg a Gyurcsány problémát. Egyébként a felmérések szerint Karácsony Gergely és Jakab Péter is esélyesebb a miniszterelnök jelöltségre. A DK története minden esetre megmutatja, vannak politikusok, akik szinte bárhonnan képesek visszatérni, bármi is legyen az ára. Ez volt a Heti Yeti, most már 9 egyszer. Hogyha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ha tehetitek, támogassátok a 444.hu-t. Köszönjük! Ki hagytad, hogy lájkoljanak? Mindegy. Hát azt ki.